Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepségén. Kérem, hogy énekeljük el közösen nemzeti imánkat, Kölcsey Ferenc himnuszát. Isten áld meg a magyart, jó kedvel bűséggel. Akit régen tép, hozz reávig esztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat Engedjék meg, hogy bemutassam az asztalnál ülőket. Tisztelettel köszöntöm Bartos Mónika országgyűlési képviselőasszonyt, Lezsák Sándor urat, a Magyarországgyűlés alelnökét, a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumának elnökét, Bíró Zoltán tanár urat, Magyari Rozália asszonyt, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátorát, Gyé Szabó András irodalomtörténészt, előadó művészt, és Bakos Istvánt, végül, de nem utolsó sorban Bakos Istvánt. Én Arató György vagyok, mint Pilátus a krédóba úgy kerültem ebbe a gyönyörű ünnepségbe. Az alapítvány titkára sajnos személyes okokból nem tudott itt lenni, ezért ért az a megtiszteltetés engem, hogy ismét vezethetem ezt a műsort. Engedjék meg, hogy ha már itt szóba került, akkor elsőként a mai ünnepség számára alkalmat adó személyek és kitüntetések közül Bakos István tanár urat említsem, aki 40 éves alapítványunknak az 1980-ban a kádári kommunista diktatúra ellenszelében megalapított a közép-európai és a kelet-európai térségben egyedülálló és legelső polgári civil alapítványnak, amely a határon túli és a tengereken túli magyarság összefogására jött létre, neves hazai közéleti, kulturális közéleti szereplők a pártállam ellenében kinyilvánított akarata alapján. Ennek az alapítványnak a legelső és kezdettől fogva végig 40 esztendőn keresztüli gondviselőjeként, egyedüliként a kurátorok közül, idén a Nemzeti Összetartozás napján Lezsák Sándor elnök úr parlamenti irodájában átvehette a rendkívüli Bethlen Gábor díjat, amelyhez ezúton is gratulálok neki. Kérem, hogy tapsoljuk meg Bakos István. Szeretném megköszönni a szervezők nevében Tarnai Rihárd kormány megbízott úrnak, a Pest megyei kormányhivatal vezetőjének, hogy ezt a patinás helyszínt, a magyar szabadságnak ezt a templomát, amelyet a reformkori ellenzéki vezérvármegye, Pest vármegye tanácskozásainak helyszíneként is ismerünk, rendelkezésünkre bocsátotta. A kormány megbízott úr hivatali elfoglaltság miatt sajnos nem tud most jelen lenni közöttünk, de beszédével köszönti a Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepi közönségét és kitüntetettjeit. Tisztelettel kérem Bartos Mónika képviselőasszonyt, hogy olvassa fel kormány megbízott úr köszöntőjét. Tisztelt elnök úr, kedves kurátorok, díjazottak, vendégek! A Pest megyei kormányhivatal kormány megbízottjaként először is szeretettel köszöntök mindenkit,
a Pesti Vármegyeháza dísztermében a Bethlen Gábor Alapítvány díjátadóján. A járvány idején elmaradt, és így felhalmozódott találkozók, meghívások folyamatos pótlása miatt az ezévi díjátadón nem tudok részt venni, amit nagyon sajnálok, mert utalva az egyik díjazottra, sok ismerős arccal, baráttal és harcostársal találkozhatnék. Engedjék meg, hogy két különálló, de mégis összefüggő mondatot idézzek Bethlen Gábortól, a nagy fejedelemtől, akinek szavaira a mai helyzetünkben is oda kell figyelnünk. Az egyiket zászlójára iratta, ezért biztosak lehetünk benne, hogy nagyon fontosnak tartotta. Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. A másik gondolat számtalan elküldött levelének egyikéből származik, és így szól. Az Úristen az övéire mindenkor gondot szokott viselni. Az elsőt a saját kötelességünkre, mindennapi munkánkra vonatkoztathatjuk, az utóbbit pedig nyugodt ráhagyatkozásként, a végső biztonság megtalálásaként értelmezhetjük. Móricz Zsigmond közel 100 évvel ezelőtt így ír Bethlenről. Az ember azonnal érzi a lélegző, kemény, cselekvő embert, aki tele van önérzettel, büszkeséggel, okossággal, ravassággal. Egész ember mindenestől, aki az írásnak olyan művésze, hogy 100 és 100 oldalra menő leveleiben úgy sodorja az embert magával, ahogy akarja. A fejedelem harcolt a csatatéren, bevetette a diplomácia eszközeit, leveleivel küzdött a hazugságok, rágalmak terjesztői ellen, felemelte a magyar kultúrát és tudományt. Mindent megtett, amit lehetett, de mindig is tudta, hogy erővel békére kényszeríteni senkit nem tud. Ezért végül csendben rábízta az ügyeit arra a teremtőre, akiről erőse hitte, hogy neki és az országnak is gondját viseli. Végül hadd idézzem a díjazott Ismerős Arcok Zenekar Magyarok című dalának utolsó 4 sorát. Azért, hogy lássuk, hiába telnek el századok, a hazát féltő, igaz embereknek ma is hasonló gondjaik és gondolataik vannak, és a sorok, azt gondolom, az elhangzott betleni gondolatokra is rímelnek. Értettem és féltettem mindazt, ami van. De néztem és éreztem, vagyunk még annyian, akik azt látják és gondolják úgy, ahogy én. Ha sorba kell állnunk, hát álljunk az elején. A díjazottaknak nagy szeretettel gratulálok, és minden résztvevőnek jó egészséget kívánok. Tarnai Rihárd, kormánymegbízott, a Pest megyei kormányhivatal vezetője. Hölgyeim és uraim, ma a 2020. évi Bethlen Gábor díj a Mártonáron emlékérem, az elmaradt Teleki Pál érdemérmek és a Székelyföld jövőjéért ösztöndíj ünnepélyes átadására gyűltünk össze. Tájékoztatom önöket, hogy Havasi Dániel videófelvételt készít az ünnepségről, amelyet az alapítvány honlapján elérhetővé teszünk. Hagyományos Trianon 100 Teleki Pál emlékező estünket június 4-én a járvány miatt nem tudtuk megtartani. Ezért az idei Teleki Pál érdemérmeket rendhagyó módon most fogjuk átadni. Az 1980 óta féllegálisan működő alapítvány legrangosabb kitüntetése a Bethlen Gábor díj. Az 1986. évi első hivatalos díjazott, Domokos Pál Péter előtt 3-an kapták meg, Csóri Sándor, Cakó Gábor és Nagy Gáspár. A későbbiekben ezzel a kitüntetéssel olyan hazai és külföldi személyeket jutalmazott az alapítvány, akik elkötelezettek voltak a magyarság sorsának jobbrafordításában. Maga az érme a Székelyföldről származó szobrászművész Péterfi László alkotása, aki később formába öntötte
a 2013-ban fölállított kolozsvári Bethlen Gábor szobrot is. 2020-ban a kuratórium döntése alapján egyetlen Bethlen díjat adományoztunk. A tavalyi Bethlen Gábor díj kitüntetettje András Falvi Bertalan néprajzkutató, művelődési és közoktatási miniszter az Antal kormányban. Felkérem Bakos István tanárurat, tartsa meg András Falvi miniszter úr laudációját. Tisztelt miniszter úr, kedves Mária, tisztelt ünneplő közönség! Mindenekelőtt szeretném köszönetünket, hálánkat kifejezni, hogy 90. születésnapjához közeledő András Falvi Bertalan betegségéből épülőbe Mária kíséretébe vállalkozott a hosszú útra, hogy személyesen vegye át kiemelkedő magyarság szolgálatáért neki adományozott Bethlen Gábor díjat. Rendhagyó ez a 2020. november közepet óta halogatott néhány részletben megtörtént, de ma szokatlan időben megvalósuló díjátadó ünnepségünk. Rendhagyó ez a laudáció is, mivel különleges az alkalom. András Falvi Bertalan kitüntetésével és Matt Péter Nagyszőlősön szeptember 8-án fölszentelt kárpátaljai nagyboldogasszony szobrával emlékezünk és emlékeztetünk a haza javára, a magyar szolidaritás szolgálatára szövetkezett közérdekű kötelezettségvállalásunk a Bethlen Gábor Alapítvány szolgálata születésének 40. évfordulójára is. Alapítványt 1980-ban létrehoztuk, és elkezdtük éltetni közel 100 kezdeményező aláírásával működésének engedélyét, jóváhagyását kértük Posga Imre kultuszminisztertől, akiről tudtuk, hogy ugyanolyan elkötelezett az ügyben, mint a kérelmezők, de a pártállami mindenhatóság, a pártközpont jóváhagyása nélkül ő nem adhatott hivatalos működési engedélyt, csak szóba biztatott, hogy az alapítványt féllegálisan éltethetjük addig is, amíg a pártközpontban nem hagyják jóva, hivatalosan nem legalizálják működésünket. 5 éven át úgy teljesítettük önként vállalt szolgálatunkat, hogy folyamatosan ellenszélbe küzdöttünk, leveleztünk, tárgyaltunk pártállam korifeusaival és a hatóságokkal, amíg az I. és Gyula, Kodály Zoltán, Németh Lászlóné, Csóri Sándor alapítók aláírásával Köpeci Béla miniszternek 1982 karácsonyi levélhez mellékelt Király Tibor jogtudós készítette alapító levél tervezetre újabb egyeztetések után másfél év múlva 1985. június 11-én megkaptuk a hivatalos működési engedélyt a művelődési közlönybe Köpeci Béla aláírásával megjelent miniszteri rendeletet, amelyet a sajtó is közölt. Az alapítók által választott 7-tagú kuratórium, Márton János elnök, Juhász Gyula, Király Tibor, Kis Ferenc, Kósa Ferenc, Szabó Gábor és Vekerdi László megkezdte munkáját. 1985. szeptember 20-án Márton János, az Agrárgazdasági Kutatóintézet igazgatója, a kuratórium elnöke irodájában tartottak az első ülést, amelyen véglegezték a Bethlen Gábor Alapítvány felhívását és felállították a titkárságot. Végé a kuratórium titkára Nagy Gáspár, tagok Bakos István, Kisgyé Csaba, Krasznai Zoltán és a vidéki titkár szerepét vállaló Lezsák Sándor. A felhívás közlését a sajtó bojkottálta. 1986. június 21-én a Hazafias Népfront rendezvénye keretében a Vakok Intézetében volt Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma első díjátadó ünnepsége. Márton János, a Hazafias Népfront elnöke, a kuratórium alapító elnöke adta át a magyarságért küzdő, félreállított, hű tudósunk Domokos Pál Péternek adományozott első Bethlen Gábor díjat. Laudálására András Falvi Bertalan néprajztudóst kértük föl, mint a Csángók apostolát méltatta 85 éves Domokos Pál Pétert. A lélekemelő laudáció fényébe első kitüntetettünk,
A díj átvételekor köszönetként azt kérte a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumát, hogy hozzon létre egy Márton-áron kitüntetést is. A közönség tapsolt, az Erdélyből akkortájt áttelepült Szervácius Tibor szobrászművész pedig felajánlotta, adományként elkészíti és bronzba önteti a Márton-áron emlékérem kitüntetését a Bethlen Gábor Alapítványnak. Jelképesnek tekinthetjük, hogy alapítványunk 2020-ban megalakulása 40. évfordulóján a kuratórium első Bethlen díjasunk laudátorát, András Palvi Bertalant, a magyar művelődésügy fáradhatatlan apostolát tüntette ki Bethlen Gábor díjjal. András Palvi Bertalannal a Nomád Nemzedék magyar hagyományokat, kultúrát rehabilitáló mozgalmába kerültem közelebbi kapcsolatba, de első közös szereplésünk az 1973. augusztus 21-25-én Pécset rendezett második országos szociológiai konferencián történt. Az egyhetes tanácskozás, amelyen részt vett, illetve előadást tartott a korabeli magyar társadalomkutatók, közigazgatási és politikai vezetők elitje, a falu társadalmi és gazdasági szerkezetének változásai témakör feldolgozásával lényegében az országos településhálózat fejlesztési terv bevezetésének ideológiai előkészítését kívánta szolgálni. András Palvi Bertalan, a MTA Dunántúli Tudományos Intézete tudományos kutatójaként az iparosodás és városodás hatása az etnikai viszonyokra Baranya és Tolna megyében című kitűnő előadást tartott a harmadik napon. A konferencia utolsó két napján a település hálózati terv, a tanácsok körzetesítése, a településfejlesztés és az apró falvak ügye szerepelt. Az MSZMP, az Országos Tervfiatal, az MTA, az Építésügyi Városfejlesztési Minisztérium és háttérintézeteik előadóival szemben a tanácskozás néhány neves előadója, utalva a szocialista táborban dívó falurombolásra, sokra meggyőzően érvelt az erőszakos pártállami szándékkal szemben a tanácskozáson. A TSZ-ek Országos Érdekvédelmi Szervezete, a TOT, képviselőjeként én is felszólaltam, tiltakozva a funkció nélküli falvak kategóriába sorolt másfél ezer település elsorvasztására, felszámolására törekvő fejlesztési terv ellen. Noha botrányba fulladt az MSZMP OT által készített torványtervezetet vitató konferencia, retorziójaként nem csak a tiltakozó ellenvéleményt képviselő kutatókat büntették, de következményét a hazai közigazgatás, a tudomány és a társadalomkutatás, de főként a pusztulásra ítélt honi kisfalvak megszenvedték. András Palvival ezután szorosabb szálak fűztek bennünket küzdelmes szövetségbe a honi közélet szinterein. Ennek egyik utolsó hajtása a Magyar Falu Sors Kérdései a Rendszerváltás Előtt és Után című könyvünk. Ez a könyv, amit az Antológia kiadó adott ki. Bocsánat. Kérem szépen, jó. A könyvből idézem András Pali, mert ma hajnalban fejeztem be, és úgy látszik, hogy a nyomtatásnál valami kimaradt, nem baj. András Palvi Bertalan laudációját ebből a könyvből folytatom. Ugyanis ez a pesti bemutatója, fővárosi bemutatója ennek a könyvnek. András Palvi Bertalan Budapesten szerzett néprajz muzeológusi diplomát, 1955-től 1966-ig a Szekszárdi Múzeum muzeológusa, majd az MTA Dunántúli Tudományos Intézet kutatója. 1956-ban a forradalom előtt járt először Moldvába, ahol életre szóló barátságot kötött Kallós Zoltánnal. 1961-től folyamatosan járt határon túl is gyűjtő,
Tóthra, Martin Györgyel, Pesovár Ferenccel, Erdélyi Zsuzsával és másokkal, gyűjtőúton járt a Gyimesben, Mezőségen, Kalotaszegen, a Felvidéken, Baranyában, Sárközben, ahol a magyarokéval együtt a németek, szerbek, sokácok, horvátok, bukovinai székelyek, moldvai csángok és cigányok kultúráját gyűjtötte. Részt vett a hazai ellenzéki mozgalmakba. Az 1970-es évektől támogatta ifjúság népművészeti mozgalmat, a nomád nemzedéket. 1990 és 94 között az MDF országgyűlési képviselője, 1990-93 között kulturális élet, művelődési és közoktatási miniszter. Minisztersége idején a rendszerváltás utáni kulturális élet finanszírozására, illetve korábbi állampárti befolyás megszüntetésére hozott intézkedéseket. Küzdött a hit és erkölcstan a művészeti oktatás általánossá tételéért. 1989-től a Pécsi Egyetem docense, 94-től a Néprajzi Tanszék egyetemi tanára, 2001-től professzor emeritusza. 1997 között Magyar Néprajzi Társaság elnöki tisztét töltötte be. A Széchenyi díj, a svéd Eriksson díj, a Magyar Örökség díj, a Pázmány Péter, a Győrf István emlékérem, MMA aranyérem birtokosa, Százak tanácsa alapító tagja, az MMA tagja, Pécs díszpolgára, 2020-ban ő kapta a Bethlen Gábor díjat. Tehát ez a könyv már akkor jelent meg, amikor már megkapta a Bethlen Gábor díjat. A könyvbe Andrásfalvi Bertalannak egy gyönyörű, azt mondom, hogy rendkívül fontos recenziója jelent meg, ami hozzájárult a könyv, az Áltány című könyvnek a térhódításához és világszerte történt megismeréséhez. Ehhez az a cím, hogy Andrásfalvi Bertalan, európai parasság megismerésének kulcsa Áltány. Ehhez egy rövid előszót írtam én, és ezt olvasom még föl a laudáció részeként. Így kezdődik. Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy volt is, nem is a miénk az ország. Valahára mutassuk meg már, hogy senkinek sincs semmi köze hozzánk. Petőfi Sándor a Nemzetet című verséből részlet. Talán tudják, Petőfi Sándornak rokona, leszármazottja Andrásfalvi Bertalan. Úgyhogy lelki rokona is, és kérem szépen, és ebben a következő. A falu népe és ez a közössége őrizték, gyarapították a magyar nyelvet, a közbeszédet akkor, amikor a hivatalos nyelv a megye és országgyűléseken, a templomokban, kastélyokban, törvényszéken, a közigazgatásban, az iskolákban, és mindenfajta ügyintézésben a latin, illetve a német volt. A népi kultúra, a néptal, a néptánc, a népzene, népművészet falu közösségekbe sarjadt, vagy idomult át alkotó őstehetségek jóvoltából a tájhaza ízlésvilágának jobban megfelelő változatokra, amit a rendtartó szokások, a hagyományok éltettek tovább. Andrásfalvi Bertalan Paraszti műveltség és nemzeti összetartozás című könyvecskéjébe, mindenkinek figyelmébe ajánlom, a Balaton Akadémia kiadásában jelent meg, mindössze 66 oldal terjedelmű. Világosan áttekinti, vázolja az ország lakosok 3-4%-át kitevő rendi nemzet, s a nemzetből kirekesztett paraszti többség szerepét hazánk életébe. Bemutatja ennek a ma is élő torz képét a honi történetírásba, szemléleti maradványait a közéletbe, a médiába, a politikába, konkrét példákkal igazolva állítását. A falu népének identitásválsága, önpusztító menekülése, a múltat idéző elmaradott településekről, ősei földjéről nem csak jelenség, nem csak magyar jelenség, de itt létkérdés. A falu népe a városokkal szimbiózisba egymásra épülve, önmagát építve teremt magyar identitást, jövőnket veszélyezteti, ha a nemzetépítés folyamatát a hatalmi politika megbontja. Érem szépen, és akkor lapozok tovább. Igen. A
10 esztendeje lélekelmelő, szép ünnepségen köszöntötték tanítványa és munkatársa, 80 éves András Falvi Bertalant az Uránia Nemzeti Filmszínházba. A házigazda Bakos Edit volt, akinek beszédéből idézem az alábbiakat. Az Uránia Magyar Tudományos Színház az ismeretterjesztés fellegvára lett, s idézem, oly nagyszabású kultúrhivatást töltött be, hogy a korabeli belügyminiszter vidéken is 4 hasonló jellegű Uránia Színház megnyitását engedélyezte. Innen ered, hogy sok magyar városban ma is van Uránia mozi. És ehhez a nagyszabású kultúrhivatáshoz kapcsolódnék még egy személyes mozzanattal. Ember próbáló munkát, különleges szerepet vállalt András Falvi Bertalan néprajztudós is, az új független magyar kormány első művelődési és közoktatási minisztereként. Ezt a korszakát, mivel férjem a minisztériumban dolgozhatott, kicsit közelebbről láthattam. Sokan kérdezték akkor, tehát még MDF körökbe is, vajon mi késztette a derék, jó szándékű, de az igazgatásban járatlan 59 éves vidéki néprajzot a kockázatos lépésre. Arra, hogy elvállalja a pestiek által uralt és a média által leginkább ellenőrzött művelődési tárca vezetését. Valóban még meg sem száradt a tinta a miniszteri kinevezésén, amikor egyes hazai újságok már leváltását hírelték. Alig hangzott el első nyilatkozata, már is bigott katolicizmusát, nacionalista és konzervatív szemléletét ostorozták, immár a parlamenti ellenzék soraiból. Gunnyal írták a lapok, lesz itt csürdöngölés. Liberális pártok, amikor csak tehették, okkal vagy ok nélkül tüntetéseket szerveztek ellenes az Antal kormány ellen. Ebben az ellenséges légkörbe idegöllő folyamatban a hozzárendelt vezetőtárs egy része, például 3 politikai államtitkár, 5 sajtószóvivő viszonylag gyorsan kicserődött. András Falvi Bertalan azonban hűséges munkacsalási csapata szolidaritását érezve nem hátrált meg, állta a sarat. Olykor betegségtől gyötörve is tette a dolgát rendületlenül, szolgálta a nemzeti megújódást, amelyre már ifjúkorától elszedődött. András Falvi Bertalan szebítségével, emberségével partnerei, ellenségei, olykor munkatársa is visszaéltek. Mint féltek tőle kicsit, mint félünk tőle mi is a köszöntőt mondva. Az általa lényegesnek tartott ügyekbe tanúsított makacs következetességét, igazság szeretetét, szolidaritását viszont meglepődve fogadták, nehezen viselték el. Így voltak ezzel felettesei is, ő pedig az igaztalan vádakat és a megalázó támadásokat viselte szomorú szívvel, de megbocsátó türelemmel. Amikor 1993. február 21-én külföldön egy nemzetközi konferenciáról kiszólítva telefonon közölte vele a kormányfő, hogy a miniszteri tisztségből fölmentette, fegyelmezetten vette tudomásul. Itten téved a feleségem, mert aztán később megvan a nyilatkozata, nem fogom most idézni, nem vette tudomást, azt mondta, hogy nem mondok le. Én nem akartam miniszter lenni, titettetek, nem mondok le, mert érezte az igazát. Aztán 1993. augusztusában Szárszon, amikor a népnemzeti tábor tagjai támadták a kormányt, sokak megdöbbenésére, annak szinte egyedül ő kelt a védelmére. Milyen gyönyörű lenne, ha az ifjú politikusok körében és a közéletben is sokan követnék a példáját. Isten éltesse és áldja 80 éves András Falvi Bertalant. Eddig tart a feleségem. Tölvet idézet. Ezzel akár be is fejezhetném a márciusi hitelbe közölt, de a második hitelbe közölt írásomat követően nem elolvastam András Falvi Bertalannal készült MAMA interjút, amelynek egy kis részét akartam megosztani önöket, de már elment az időm, eljárt az időm. Nem. Kettős a laudáció, mert laudálom a 40 éves Betten Alapítványt, és laudálom András Falvi Bertalant, ezért csak most a végére szaladok, nem idézem az ő nagyszerű mondatait, majd a sajtóba elolvashatják. A miniszter volt, részt vett a Százak Tanácsa munkájába, és
és eddig tart az idézet, és akkor itt folytatom. Elmúlt két évtizedben, főként a Százak Tanácsába együtt töltött megbeszélések, viták, szereplések során erősödött benne hitem, emberi tartása, tanítása iránti megbecsülésem. Ő ma társaságunk bölcse, közéleti szószólója, a haza embere, aki a Százak Tanácsa kitüntető elismerését, oklevelét elsőként vehette át Fekete Gyulától és Szijjártó Istvántól. András Fali Bertalan tudományos pályája küldetése a magyar nemzet sorsához köti. Erről tanúskodik életútja, tehetsége, szorgalma, alkotó munkássága, amelyet a 20. század világháborúi következtében megtiport, sorsüldözött népe szolgálatának szentelt. A Magyarság Életfája című kitűnő írását a Nemzeti Ellenállás ikonikus kiadványába, a Bibó emlékkönyvben közölte. Áttekinti benne a Kárpát-medence magyar népcsoportjának történelmi demográfiai helyzetét, kritikusan értékeli a magyarság csökkenő életerejét, számát, arányát. Bajaink orvoslására, közerkölcsöt megújító műveltség és értékrend elsajátítására, az értelmes áldozatvállására, több gyermek nevelésére biztatja, bátorítja a szülőket, az ifjúságot. És akkor most a végére lapozok. Ő a tudományművelők azon köréhez tartozik, akik nem az akadémiai ranglétlámért minősítés, hanem az értékteremtő kutatási eredményeik hasznosítása, megismertetése, közösségük szolgálata motivál. Hogy nem lehetett az MTA tagja, az a hadai tudományos minősítést is jellemzi, amelynek igazságosabb értékelvű megújításáért sokan fáradoztunk annak idején. A tudományos értékelési rend kudarcaként éltem meg azt, hogy például Vargyas Lajos, Vekerdi László és András Fali Bartalan nem lehettek a Magyar Tudományos Akadémia levelező vagy rendes tagjai. András Fali Bertalan a Magyar Művészeti Akadémia megbecsült tagja ma, aki Vargyas Lajosról szóló nekrológiája megfogalmazza a saját küldetését is. A keleti gyökerű és Európa szellemiségébe illeszkedő csodálatos gazdagságú magyar kultúrába, Magyarországon értelmiségének születve, nevelve és önmagát erre képezve felismerte, hogy saját bűneink miatt is megvert sorsú nép, nemzet végzetesen megosztott. Ellentét feszült úr és paraszt, hatalmasok és alávetettek, európai eszméken iskolázottak és hagyományos kultúrába élők között. Ez a megosztottság társadalmi, politikai, műveltsége és érzelmi is. Ha nem tudjuk ezt a megosztottságot megszüntetni, nem tudjuk felépíteni a társadalmat egységesítő, és legalább egymás iránt felelősséget, szolidaritást teremtő kultúrával, ez az ország az emberi műveltségnek ez a sajátos, egyszerű és megismételhetetlen változata velünk pusztul el örökre. Ez Lajos bácsira és Bercire is érvényes, akár-e vallomása. Vallom, hogy teljes értékű élethez hozzátartozik a közéletbe vállalt munka, a jónak megismert ügy képviselete, eszmékért folytatott küzdelem. A világban sok a nyomorúság, munkálkodnunk kell enyhítésért, az igazság és szeretet érvényesülésért. Szeretet nem érzelem, hanem parancs. Hogy megtettem-e a tőlem telhető legtöbbet, arról az utókornál is igazságosabb bíró előtt felelek, nem is sok idő múltán. Isten éltesse és áldja, őrizze egészségbe, bőségbe a 90 éves akadémikus barátunkat, Bethlen Gábor Díjas profint, katánkat, András Fali Bercit. Köszönöm szépen! Megköszönöm Bakos István laudációját, és tisztelettel felkérem András Fali Bertalan miniszter urat, hogy vegye át a Bethlen Gábor díjat. A díjat Lezsák Sándor elnök úr adja át. Hosszú,
miniszter úr. Hosszú laudáció. Ne. Ünnepségünk műsorát hagyományosan igyekszünk kitűnő előadásokkal díszíteni. Ezúttal Török Tilla népdalénekes hegedűművész vállalta a nemes feladatot. Török Tilla a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett előadó művészi és mesterdiplomát népi hegedű szakon. Emellett játszik kobzon és tilinkán, de a közönség énekesnői kvalitásairól is ismerheti. Zenéje a keleti és a nyugati világban is egyaránt megtalálja helyét. Zenekarával többször turnézott Kazakisztánban és az Egyesült Államokban is. A koncerteken és utazásokon átélt élmények inspirálják művészetét, mely zenei világban a magyar népzenét ázsiai népek dallamaival, világzenei palettán kelti életre. Egy tőle származó idézet jól szemlélteti zenei hitvallását. A magyar népdalokat, népzenét nem csak azért létszükséglet ismerni, mert a mieink, hanem mert lelki honvédelmünk alapját képezik, a bennük megfogalmazott több ezer éves letisztult gondolatok olyan egyetemes világnézetet tárnak elénk, amely megteremti az alapvető kapcsolatot a testvér népek között. Ezen szívmelengető gondolatok fölidézése után kérem, hallgassuk meg a művésznő első előadását. Yeah.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is kedves egybegyűlteket, és nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek, de legfőképpen hálás. Sokan, sok mindenen mentünk most az elmúlt időben keresztül, de azt kívánom minnyájuknak, hogy úgy távozzon belőlünk minden bú és minden bánat, ahogy ebből a moldvai továbbfejlesztett hangszerből, a tilinkából az én dallamaim. Köszönöm szépen. Gratulálok András Falvi Bertalan kitüntetéséhez. Köszönöm szépen a művésznőnek a lélekemelő előadást. Nagyon szépen köszönjük. Hölgyeim és uraim, Bakos István laudációjában elhangzott, hogy a Bethlen Gábor díj megalapítása után közvetlenül, még a diktatúra időszakában, az alapítvány határozott a Márton Áron emlékére megalapításáról is. Tavaly szintén egyetlen Márton Áron emlékérmet ítélt oda az alapítvány kuratóriuma. Tavalyi díjazottunk Szövényi Zsolt, pedagógiai szakíró, köztisztviselő. Tisztelettel fölkérem Bíró Zoltánt, az alapítvány kurátorát a kitüntetett laudálására. Tisztelt alapítvány, kedves hölgyek és urak! Valamikor tanítónak lenni rang volt. A környezete, a tanulók és a szülők, a falvak népe előtt legalábbis. Ez már régen volt. Az egyetemeken is voltak tudós professzorok, akik a professzor úr megszólítás helyett szívesebben hallották, ha tanár úrként szólították meg, mert ez nem csak szerényebben hangzott, de utalás volt hivatástudatára, és elhatároló az egyetemi vagy az akadémiai ranglétrán feszkedőktől. Idővel változott ez is. Ám ma is vannak azért emberek a pedagógiai, a tanári pályán, akikben a hivatás, a szolgálat erkölcse nagyobb úr, mint az úrhatnámság kielégíthetetlen vágya. Szövényi Zsolt nem csak a tanári munkában, de a felsőoktatás minisztériumi szolgálatában csak úgy, mint szépen gyarapodó családja gondozásában és összetartozásában az utóbbiak közé tartozik. Az ELTE biológia-pedagógia szakán diplomázott, az Ötvös Kollégium tagja volt, fiatalon került be főelőadónak a minisztériumba, ahol a miniszterek jöttek-mentek, a minisztérium neve változott, összevonásokkal és szétválasztásokkal tarkítva az évek, évtizedek sorát. Szövényi Zsolt pedig alázattal és hűséggel szolgálta a tanárképzés, és általában a felsőoktatás ügyét évtizedeken át, bármelyik fokán állt is éppen a hivatali szamárlétrának, főelőadótól főosztályvezetőig. Munkásságában kiemelkedő jelentősége volt a tanító és tanárképzés támogatásának. Szoros kapcsolatot tartott az intézményekkel, képviselte érdekeiket a minisztériumi hivatalon belül és azon túl is. Ebben sem tagadta meg önmagát, itt is működött pedagógus vénája, inkább volt társuk, barátjuk, mint hivatalból felettesük. Ezen felül az intézmények az ő személyében nem elsősorban hivatalnokot, hanem elhivatott szakembert találtak egy kapcsolatban. Tette ezt a pedagógus képzés zaklatott évtizedeiben. A sorozatos változások korában, miközben a tanító, a tanár társadalmi rangja folyamatosan háttérbe szorult más hivatással, más szakmákkal szemben. Amikor a fáklya fénye egyre csökkent, inkább csak pislákolt már, mert szánnivaló volt sokak szemében a pedagógus pályán való tengődés, a pálya el is nőiesedett, a férfiak jobb lehetőséget kerestek, és szinte minden más szakma többet ígért, majd a rendszerváltás jogászokat és közgazdászokat igényelt elsősorban, esetleg mérnököket, számítástechnikusokat, a pedagógus pedig ott kullogott a sor végén, kiszolgáltatva a liberális demagógia szószólóinak, neveletlen tanulók demokráciájának. Történt ez akkor, amikor Klebersberg dicsőítésétől zengett az ország, holott a gróf úr iskolapolitikájától már-már fényévnyi távolságra kerültünk, és hallhattuk nap mint nap, hogy az oktatási stratégiai ágazat
de közben a nevelés szót el is lehetett felejteni, az egész ágazat szolgáltatás lett, mint egykor a fűszeres vagy a vándorköszölős. Holott főként éppen a felsőoktatásban folyó tanárképzés minőségén, nem csak szakmai, hanem szellemi, erkölcsi minőségén múlik az, hogy milyen minőségű tanítók, tanárok dolgoznak majd az alsó és középfokú iskolákban, és onnan megint milyen képességű és elhivatottságú fiatalok kerülnek a felsőoktatásba. És végül milyen értékű értelmisége lesz összességében a nemzetnek, Magyarországnak. Ez a felelőssége az oktatási igazgatóságnak mindenkor. Ebben a felelősségtudatban élt Szövényi Zsolt, ennek jegyében tette a dolgát, akármilyen rendszer volt, akármilyen kurzus dirigált éppen. Immár nyugdíjasként sajgó derékkal megszedi a kőszegi sózókörtét Cefrének, ahogy eddig is, megfaraghatja a fát, szobrot alkothat a Mária Celli zarándoklatra, és gondozhatja feleségével együtt a kőszegi kertet. És a mai napon átveheti a Bethlen Gábor Alapítvány szerény elismeréseként a Márton Áron emlékplakettet. Kérem Török Tilla művésznőt második előadásának megtartására. Csíkókat őriztem,
estét, jó estét, kedves édes rózsám. Adjon Isten rózsám, hol jársz ilyenkor már? Szolgáltam, szolgáltam, maros kutya mellett, csikókat őriztem, sári vize mellett. Mérges sárkány kígyó, bújtak el a bőmbe, öt kédös rózsám, hogyha nem kész tőle. Szívem szoringatsa, piros vérem szíja, gyönge derek a ma. Szedd föl, édes rózsám, a fehér kötődbe, ma jó lesz az nekünk, ha összekerülünk. Ma jó lesz az nekünk, ha összekerülünk. Köszönjük szépen! 2020 és a világjárvány az alapítvány működésére is olyan hatással volt, mint tágabban az egész országére. A hagyományosan a Nemzeti Összetartozás napján június 4-én rendezett Teleki Pál Trianon emlékestünk is elmaradt. Az akkor átadandó teleki érmeket idén nem lehetett aznap átadni. Ezért átadásukra most kerül sor. Idén 5 kitüntetettünk van, akik az érmén olvasható idézetet mindennapi életük során szem előtt tartják. Merjünk magyarok lenni. Elsőként Beke István és Szőcs Zoltán veheti át a kitüntetést. Fölkérem Magyari Rozália kurátorasszonyt a kitüntetettek laudálására. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt díjazottak! Szőcs Zoltán egy nemrég adott interjúban Márton Áron püspök szavait idézte. Isten engem elvitt szeretetének iskolájába, a börtönbe, hogy ott megtanítson igazán szeretni minden embert, tartozék bármilyen nemzethez, felekezethez. Kemény Zsigmond már a 19. században felismerte, hogy Erdély olyan testpedésben van, melyet ezerféle érdek feszít szét belülről, és ezen csak az változtatna, ha végre minden ember a törvények előtt egyenlő lenne. Vélte az erdélyi báró. Azt is érzékelte, hogy a változások nem úgy működnek, hogy minden megoldás, meggondolás nélkül más országok mintáit átvesszük. Jól látta, hogy a francia vagy az angol közélet megoldásait nem lehet átültetni az erdélyi, magyarországi viszonyokra. Mivel pedig ilyen intézmények kizárólag történészeti talpakon állanak meg, épp oly bizonyos, hogy máshová sikeresen átplantálhatók, mint ami kétségtelen, miként nincs két ország, melynek erkölcsei, szokásai, szükségei és sajátosságai tökéletesen hasonlóak volnának, írta az erdélyi báró.
De mit von le magának ebből az utókor? Semmit. Kemény Zsigmondban már a feledés homályába veszett, és Kelet-Európa a rendszerváltáskor egy emberként vallotta, hogy elég a nyugati intézményrendszert átvenni, és itt tejjel mézzel folyó Kánaán részen. 30 évvel a változások után elmondhatjuk, megállapíthatjuk, hogy nem lett, viszont igény lenne rá. És ha már semmi nem működik úgy, ahogy kellene, miért ne csinálhatnánk úgy, mint ha tényleg működne? És akkor minden olyan lesz, mint egy Caragiale vígjáték, ahol semmi sem az, aminek látszik, de különben is kit érdekel a valóság, amikor csak a látszat számít. Emberi jogok? Fogalmuk sincs, mi fánterem. Kisebbségi jogok? Persze, azok is nagyon fontosak. És azzal sem kell felvágni a jobb sorsra érdemes országoknak, hogy náluk hol mi hebehúrgya terroristák robbantgatnak. Mert mi is történt tulajdonképpen? A messzi távolban, a Kárpát-medence legkeleti csücskében, az egykori kézdiszék központjában, Kézdivásárhelyen, ahol az ott élő 17 ezer emberből 15 ezer székely magyar, két fiatal ember, Beke István és Szőcs Zoltán négy fal között egy magánbeszélgetés során viccelődött. Mert szoktak ilyesmit tenni a fiatal emberek nem csak a Kárpát-medencében, hanem bárhol a világban. A vicc az volt, hogy milyen jó móka lenne a román katonai parádé alatt néhány petárdát eldurantani. Mit ad Isten, éppen lehallgatták őket, mert ez errefelé is szokás. Ez a normális. Ez nem jelent gondot az elvek Európájában. És az emberi jogok szerves részét képezi, és láss csodát. Már ott megjelentek a rend éber őrei, és az elvek Európájában, és ez nem a kommunizmus sötét időszaka, elindul a kálvária. Azonnal röpködni kezdenek a súlyos szavak, terrorizmus, robbantgatás, bomba, hogy nincs bizonyíték, nem jelent gondot. Ilyen apróságon nem fog megakasztani egy ilyen komoly ügyet. Elvégre, ami nekünk a legfontosabb itt Európában, az elvek cseppéjén, azok az emberi jogok, a jogállam, a törvény előtti egyenlőség, a kisebbség jogainak tiszteletben tartása, akarom mondani, úgy kell a románoknak a székely terrorizmus, mint egy falat kenyér. Mert az nem járja, hogy Európában szinte mindenkinek van, pont csak nekik nincs. Segíts magadon, és Isten is megsegít, vallották. És közben Svájcban tüntetnek a lebeli békák jogaiért. Így megy ez. A látszat valóságá züllik, és a sírva nevetős vígjátékból tragédia lesz. Mert kihagyja vissza az ellopott időt, az elmulasztott pillanatét az életnek. Mi lesz a gyógyírja az elszenvedett igazságtalanságunknak? Lukács evangéliába kérdezi Jézus a körülötte lévőktől. Talán azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloámban, megölte őket, vétkesebbek voltak minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Ezekre a kérdésekre mindannyian azt a választ szeretnénk adni, hogy igen, mert másképp emberrészen fel nem fogatóak ezek a tragédiák. Márpedig mi mindent szeretnénk racionalizálni, logikusan elmagyarázni. Beke Zoltán, Beke István és Szőcs Zoltán keresztet kapott, amelyet hordozniuk kellett és kell. Csak nekik. Ezt a terhet nem lehet levenni az ő vállukról, ez csak az övék. Amit tehetünk, le tudjuk bontani a közömbösség falait. Fel tudjuk hívni a figyelmet, ahogy tesszük a Teleki Pál érdemérem átadásával is, hogy minél többen megismerjék az ő útjukat. Köszönöm a figyelmet.
Tisztelt hölgyek, urak, nemzetestvérek! Először is szeretném megköszönni Magyari Rozáliának a laudációt, és nem utolsó sorban a Bethlen Gábor Alapítványnak ezt a díjat. Egy díjat, amely egy olyan személy nevét viseli, aki a magyar történelem egyik fekete, egyik nehéz időszakában volt miniszter, akinek szívügye volt a határon, gúnyhatáron innen és túli magyarság sorsa, akinek a híres vörös térképe bizonyította az elszakított területeken lévő etnikumok arányát, akinek a síremlékén az áll, hogy dolgozott a cserkészetért és meghalt a magyar nép becsületéért. Trianon. Egy olyan szó, amely a mai magyarság körében különböző érzelmeket vált ki. Vannak személyek, akiknek fáj. Van, akik elszomorodnak. Van, akik egyet legyintnek, és sajnos nagyon sokan, akiket abszolút nem érdekel. Nem érdekel, pedig mindannyiuk testén ott van a Trianon által okozott seb. Itt ismét sorolhatnám, hogy vannak személyek, akiket nem érdekel ez a seb. Vannak személyek, akik elszomorodnak a sebek láttán. És vagyunk, akik mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a sebek gyógyuljanak és ne fájjanak. Természetesen bizonyos áldozatok árán. Szülővárosomnak, Kézdivásárhelynek, a székelységnek, a magyar nemzetnek, amikor szüksége lesz a szolgálatomra, én ott fogok állni a barikádon. Mindezek után kívánok mindenkinek egészséget, szabadságot és egy szép, boldog keresztény magyar családot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja Önöket! Köszönöm szépen a laudációt és a köszönő beszédet is mindnyájunk nevében. Következő díjazottunk Grezsa István. Fölkérem G. Szabó Andrást, tartsa meg laudációját. Grezsa István esetében is igaz a megállapítás, mely szerint az ember irányultsága, útja, megtalált küldetése legtöbbünk esetében a szülői ház milléjője által meghatározott. Ezzel a kapott, velünk élő örökséggel sáfárkodik, jól, rosszul az ember, szerencsés esetben egy láncolat láncszemeként tovább örökítve, megőrizve mindazt a jót, amit felmenőitől kapott. Talán nem véletlen, egészen biztosan nem az, hogy a magyar sorskérdésekkel kormánybiztosi szinten foglalkozó Grezsa István édesapja, a kiváló irodalomtörténész Grezsa Ferenc volt, aki Németh László munkásságával foglalkozva, úgyis, mint a Németh László Társaság elnöke, nagyon sokat tett
e kivételesen nagy gondolkodó életművének minél szélesebb körben történő megismertetésében. A magyarság sorskérdései haláláig izgatták Németh Lászlót, a róla szóló tanulmányok sokasságát író Grezsa Ferencet, és fiát is ezek a kérdések indították el politikusi pályáján. Persze ő sem politikusnak indult. Az 1962-ben Hódmezővásárhelyen született Grezsa István általános és középiskolai tanulmányai elvégzése után a Szegedi Orvostudományi Egyetem hallgatója lesz, és a diploma megszerzését követően szülővárosában az Erzsébet Kórház belgyógyászati osztályán kezdi meg orvosi munkáját. 1991-től 10 éven át körorvosként dolgozik Földeákon. Közéleti politikusi szerepvállalása még 1988 őszére nyúlik vissza, amikor is, mint az MDF alapító tagja Hódmezővásárhelyen, másokkal együtt életre szólítja a Magyar Demokrata Fórum vásárhelyi szervezetét. Az MDF pártá alakulását követően 3 éven át az országos választmány tagja. 1998 óta Hódmezővásárhely megyei jogú város önkormányzati képviselője. 2006 és 2009 között az MDF Csongrád megyei elnöke, rá egy évre, mint a Fidesz-KDNP frakció tagja vesz részt az önkormányzati munkában. 2014-ben miniszteri biztosként felügyeli és koordinálja a Kárpát-medencei kormánytámogatásokat, valamint a nemzeti és kulturális identitást elősegítő kezdeményezéseket. Ez évben lát napvilágot a kárpátaljai magyar civil szervezetek és egyházak azon nyilatkozata, mely az Ukrajnában őshonos magyar nemzetiségű lakosság számára kér méltányos bánásmódot, a kulturális és regionális önrendelkezés jogának biztosítását. A kérés kiterjed az anyanyelvi oktatás feltételeinek megteremtésére, az óvodától az egyetemig. A nyilatkozat utolsó fejezetét idézem. Hisszük és valljuk, hogy Isten akarata a népek, nemzetek békés egymás mellett élése, és a politikai irányítóinak is, mint minden embernek legfontosabb feladata, a mindenható akaratának keresése, teljesítése. Mi keresztény, keresztjén, kárpátaljai magyarok, akik több mint 1100 éve itt élünk békében, más nemzetiségekkel együtt, szeretnénk továbbra is itt élni, békében és szeretetben gyarapodni. Imádkozzunk és kérünk mindenkit, hogy imádkozzon és tegyen azért, hogy legyen minél hamarabb béke Ukrajnában, és a gonosz erők ne tudják a tüzet szítani az itt élő nemzetek között. 2015-ben Grezsa István a legszegényebb térség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormánybiztosa lesz. 2018-ban munkája kibővül, tevékenységi körébe tartozik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálása is. Valamennyien felkaptuk a fejünket, amikor 2020 őszén az ukrán határőrök nem engedték be az országba a magyar kormánybiztost. Az ukrán külügyminisztérium szóvivői irodája azzal magyarázta a történteket, hogy Grezsa István miniszteri biztos tevékenységével megsértette azon ukrán jogszabályokat, melyek tiltják, hogy külföldi személyek agitációt folytassanak bármely ukrajnai politikai erő, ez esetben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mellett. Ez a tevékenység az érvényben lévő ukrán jogszabályok szerint ugyanis kimeríti a bűncselekmény fogalmát. Vajon odafigyeltek-e, félek a kérdés költői és meddő, Grezsa István gondolataira, melyeket a Nemzeti Összetartozás napja és a Trianon 100 évfordulója alkalmából osztott meg velünk. Arra a kérdésre, hogy minden iszonyú múltbéli terhével és jelenbeli hozadékával meg lehet-e haladni Trianont, a mindmáig velünk élő traumát, ezt válaszolta. Egy módon lehet ezt, nagy alázattal és sok munkával,
és itt a Kárpát-medencében, azzal a történelmi megbékéléssel, hogy mindannyiunk közös otthona, amely nem csak egy nemzeti, nem csak egy hatalomé, hanem minden népé, aki itt a Kárpát-medencét alkotja manapság. És nekünk, magyaroknak, a Szent Ismáni állameszme nyomán, bizonyos vagyok benne, hogy kovásznak kell lenni ebben a folyamatban, és akkor is békejobbot kell nyújtanunk a velünk élő népek felé, hogyha ők még türelmetlenségből, vagy éppen rossz lelkiismeretből fakadóan képtelenek arra a megbékélésre, amelyre a közös európai érték kötelez. Bárcsak értő, a folyamatokat felelősséggel átgondoló, a térség jövői távlataiban látó emberek sokaságához jutna el üzenete. Gratulálok az érmhez. Köszönöm szépen Szabó András laudációját. Következő díjazottunk Gyurácz Ferenc. Fölkérem dr. Petrik Bélát, az alapítvány kurátorát a kitüntetett laudálására. Tisztelt elnök úr, tisztelt kurátorok, tisztelt díjazottak, kedves vendégeink! Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy Gyurácz Ferencet köszöntsem. 1988-ban Fürr Lajossal Szombathely felé autóztunk, ahol Csengei Dénes csatlakozott hozzánk. A főiskola klubhelységében tartottuk a Bethlen Gábor Alapítvány bemutatását. Az estét Pete György, az Életünk folyóirat akkori főszerkesztője meghívására közös vacsorával zártuk, ahol talán legtöbbet, sok mindent azonosan látva és értékelve a folyóirat egy fiatal szerkesztőjével beszélgettem. Jól megjegyeztem a nevét, mert azt gondoltam, hogy érdemes lesz rá figyelni. Úgy hívták Gyurácz Ferenc. Körmenden született 1955-ben. Bükön nőtt fel. Az ELTE-n bölcsészdoktorátus szerzett, 85 és 89 között a József Attila kör füzeteinek szerkesztőbizottsági tagja volt, bő egy évtizedig 1987 és 99 között Pete György főszerkesztő mellett az Életünk című folyóirat munkatársa, szerkesztője, majd negyed századon keresztül 94 és 2019 között a Vasi Szemle főszerkesztője volt, 2004 óta pedig, ahogy mondja, Közép-Európa legnagyobb falusi könyvkiadója, a Magyar Nyugat könyvkiadó igazgatója. Az MDF Szombathelyi Szervezetének alapító tagja, képviselőjelöltje, az országos választmány tagja volt a rendszerváltás időszakában. Bő három évtizede 1989. március 15-én elmondott Szombathely főterén megtartott találkozón elhangzott beszéde rendkívüli bátorságról tanúskodott, amelyet ma is a rendszerváltás legfontosabb helyi eseményei között tartanak számon. Azon kevesek egyike azonban, aki nem részegült meg a politika a hatalom csábításától, s demokrata meggyőződésének megőrzése mellett visszahúzódott a politikai élet mindennapjaitól, a parlamenti padsorokat a könyvtárak szerkesztőségek kopott asztalaira cserélte, s talán ezzel őrizte meg alkotói autonómiáját és szuverenitását. Bár több mint fél tucat önálló kötetet jegyezhet, mégis fontos számára, hogy olvashasson egész életében, mint mondta,
a szolgálat etikáját helyezte előtérbe. 78 elején, amikor az egyetemen el kellett döntenie, hogy Pilinszky János lírájából vagy Veres Péter eszmevilágából írja a diplomamunkáját, Veres Péter mellett döntött, ahogy fogalmazott, ég és föld között ingadozott. Persze tudjuk, hogy az ég és a föld a láthatáron összeérnek, ahogy benne is Pilinszky és Veres Péter. Mégis ez utóbbi mellett döntött akkor, ami talán az életét mentette meg, visszahúzta hideg űrből, született meg 1988-ban Veres Péter magyarság tudatát elemző hiánypótló monográfiája, amely egyúttal szerzője elkötelezettségének irányát is világosan kijelölte. Soha nem ingott meg benne a remény, hogy újra hatni kezd a közösségben gondolkodás és a közösségért cselekvés példája. Hősei ezért választottan olyan az olykor tépet, küszködő közösségi emberek, mint Németh László, Veres Péter, vagy éppen Nagy Gáspár. Azon íróink sorába tartozik, aki mindenkor, így a kádárista korszakban is, és ma is kiálltak a magyar szellemi élet, a magyar irodalom cselekvősége mellett. Hittel vallja, hogy a szellem embereinek kötelességük a közösségük ügyeiért szót emelni, s tette, teszi ezt a legmagasabb szinten és minőségben ma is. Írásainak jelentős része ezért nem véletlenül a nemzet és demokrácia kérdésköre körül mozognak, vagy éppen a népi irodalom gondolatkörében. Jelzés értékű, hogy egyik első 93-ban megjelent kötetének címválasztása egy populista följegyzései, amely ironikusan és szinte dacosan vállalja hovatartozását, a népi mozgalommal történő közösségvállalást, amely épp úgy találkozik a gyerekkori kereszténységből, mint a népi nemzeti felelősségérzetből és az egyetemes etikai elvekből. Ide tartozásának talán legfőbb oka, hogy mind a népi mozgalomnak, mind neki számos olyan mondani valója van a nemzet organikus fejlődéséről, a környezet védelméről, a kisközösségek és lokalitások egyediségének megőrzéséről, a kultúra szerves építkezéséről, az egyén szuverenitásának és a személyiség épségének megóvásáról, amelyek ma is aktuálisak és amelyek mindannyiunkhoz szólnak. És mert úgy véli, hogy a hagyományos érkölcs és szellemi értékek újraépítése a liberalizmus nem hajlik, és valószínűleg nem is képes. Ezért védelmezi rendületlenül kitartása számos tanulmányában, kötetnyi írásában a népiséget, a populizmust, a megannyi lejáratási kísérlettel és kirekesztéssel szemben, és még a 80-as évektől kezdve az emigrációban élő idős Borbándi mellett a fiatal Gyurász Ferenc az, aki tisztázza a populizmus fogalmát, és következetesen küzd a népiségre ragasztott negatív előítéletek ellen. De ne gondoljuk, hogy Gyurász Ferenc konzervatív elkötelezettsége miatt egy eszme cellájába zárkózna, mert épp úgy értőn szól a modernista irodalom vonzásában született művekről és szerzőkről, Géczi Jánosról, Ladik Katalinról is, mint a Nyugat-Dunántúl szűke pátriája mestereiről, Szunyog Sándorról, Tábori Ottóról. Ezért olyan természetes, ha Gyurász Ferenc Személyes ügyeim című kötetében együtt olvashatjuk Németh Lászlóról, Nagy Gáspárról, Veres Péterről szóló, a nyugat-dunántúli irodalom hagyományairól, vagy éppen Pável Ágostonról a 20-as évek Vasvármegyei Múzeum könyvtárának felvirágoztatójáról, vagy Kárpáti Kelemen Vasvármegyei történetével foglalkozó írását. Hiánypótló, leltározó munkáiban lázasan kutatja szülőföldje szülőteinek elfeledett, de nagyszerű életműveit. Mindegyikben közös a megalkuvás nélküli, azonos és magas etikai és esztétikai nézőpont, amelynek egyetlen mércéje van a minőség és az érték. Ahogy Pete György írt, a munkái nem csak intellektuális erejükkel, de erkölcsi tisztaságukkal is megragadják olvasóit. Gyurász azon kevés értékes, kevés számú embereink egyike, akik megmaradtak szűkebb szülőföldjükön, ellenálltak a főváros csábításának, igazi lokálpatriótaként visszahúzódtak falujukba, ő éppen Vasszilvágyra, bizonyítva, hogy a nagy dolgok cselekvései nem állnak egyenes arányban a nagyváros vonzáskörzetének közelségével.
E hűségének ékes bizonyíték a szülőfaluja Bükk történetének sokoldalú monografikus feldolgozása. Abba a különös, a háttérbe a nyugati végekre visszahúzódó tudós a szellem embereinek sorába tartozik, akik semmitől sem zavartatva alkotják műveiket a lármás és zajongó központi kultúrától távol, vállalva ezzel az általa újra felfedezett földiei sorsát is, kortársaitól talán elfeledve alkosson, hogy majd egy távoli utód felfedezhesse értékeit és írásai nagyságát. De hiszem, hogy a feledés nem szükségszerű. Régóta tartoztam Gyurácz Ferenc hűséges szerkesztői, könyvkiadói, irodalomtörténészi, közösségépítő és megtartó munkássága méltatásával. Ezzel a köszöntéssel talán ebből az adósságból törleszhettem valamit. Közösségünk is régóta tartozott már Gyurácz Ferenc rendíthetetlen, minden körülmények között kitartó magyarság szolgálatának elismerésével. Ezzel a kitüntetéssel talán valamit törleszthettünk, és talán teszünk egy lépést a feledéssel szemben is. Isten éltesse a kedves Ferenc! Következő díjazottunk az Ismerős Arcok zenekar, akik teljes létszámmal képviseltetik magukat rendezvényünkön. Tisztelettel köszöntöm őket, most ők vehetik át a kitüntetést. Fölkérem Nagy Mihály Zoltán kurátor urat, hogy laudálja a kitüntetetteket. Tisztelt kurátorium, velünk ünneplő kedves díjazottak! Az író dolga, hogy meséljen, de igazat írni ne féljen, igazat írni soha ne féljen. Nem vagyok író, legfeljebb bot csinált a szövegfaragó, ám az Ismerős Arcok zenekar fenti figyelmeztetését magamra nézve is kötelezőnek fogadom el. Az igazat, csak is az igazat. A most kitüntetendő zenekar elmúlt 22 éve, távolról tekintve, mintha véletlenek sorozataként állna meg előttünk. De vajon véletlen-e minden, ami velük és velünk, mint nemzeti közösséggel történt ez alatt a két évtized alatt? Helyesebb, ha úgy fogalmazunk, történhet-e bármi véletlenül? Még inkább, ahogy az Ismerős Arcok kérdezné, hogy gondolhattuk azt, hogy véletlen? De hiszen, ha más nem, e költői kérdésből tudhatjuk, véletlenek nincsenek. Nem véletlen, hogy az együttes 1999. október 23-án alakult meg. Nem véletlen, hogy 2001-ben éppen egy erdélyi túrára indultak, ahol gyökeresen más irányt vett az életük, és minden megváltozott. Nem véletlen az sem, hogy hiába a 7 nagylemez és a készülő 8., létük és munkásságuk sokáig nem ütötte át a természetesen, és itt most sűrű idézőjeleket alkalmazok, szigorúan művészeti szempontokat figyelembe vevő kereskedelmi és közszolgálati rádiók inger küszöbét. Hiába egyetemes értékekről, családról, barátságról, hazáról és a nemzeti közösség sorskérdéseiről énekelni nem mindig, vagy inkább mondjuk úgy, általában nem kecsegtet a gyors siker reményével. Mégsem véletlen az sem, hogy a közöny börtönéből kiszabadulva nyakukba vették a Kárpát-medencét, és az egyik legtöbbet koncertező zenekarként jutottak el embertől emberig, lélektől lélekig, mindenki ez, aki kíváncsi rájuk és mondani valójukra. És persze nem véletlen, hogy a mesterségesen húzott kerítéseket lebontva egy, a rajongókhoz írt 2007-ben megjelent daluk, a 2010-es évek közepére az egész Kárpát-medencében, de nem érjünk szűkmarkúan, a világ bármely szegletében, ahol magyar közösség él, ismerté vált. A nélküled máshogy, de valahogy mégis ugyanazzal a lelkülettel szól falusi koncerteken, a Dunaszerdai futballstadionban, vagy az új Puskás arénában, baráti társaságokban, esküvőkön és ünnepi megemlékezéseken. Nem lehet véletlen az sem,
hogy a területileg és gondolkodásban is sokszorosan szétszabdalt magyarságot az egy vérből valók vagyunk üzenete egyesítette. Mintha a nélküledről és az ismerős arcok elmúlt két évtizedéről is szólnának Nyerges Attila sorai. Ekkor furcsa dolog történt. Egyre többen és többen gyűltek köréje, és mind a szülőhazájáról kérdezték. Ugyanolyan reménnyel és bizakodással, ahogy annak idején ő kérdezte nagyapát az álomországról. És akkor megértette, mindenkinek van egy nagypapája, és mindenkinek van egy álomhazája. Határokon innen és túl a haza mi magunk vagyunk. Hosszú időn át maradt velük, és mesélt. Ők meg csak jöttek és jöttek. Némelyiknél fejsze volt, másoknál feszítővas. Aztán egyszerre csak elindultak. Nekirontottak és dönteni kezdték a kerítést, amely elválasztotta az embert az embertől. Nem is hagyták abba, míg el nem tüntették a föld színéről az utolsó métert is. Akkor kezet szorítottak, megölelték egymást, és mindenki hazament. Kedves kitüntetettek! Kedves Nyerges Attila, Práder Vilmos, Táncos István, Kovacsik Tamás, Galambos Nándor és Lecó Szilveszter. A hazatérés még csak álmunk. Álom, dolgunk mindannyiunknak van még, egyénenként és a mindennapokban és közösségeinkben egyaránt. Egyre többen érezzük úgy, hogy közös dolgaink formálásához elengedhetetlen kapaszkodót jelent munkásságuk. A Bethlen Gábor Alapítvány Teleki Pál érdemérmét annak reményében nyújtjuk most át, hogy szavaikkal, dallamaikkal és cselekedeteikkel még több a nagyvilágban bárhol élő magyar ember gondolkodását hatják majd át és formálják tovább. Mert a zenész dolga, hogy zenéjen, a szívünk mélyéig elérjen. Isten éltesse az ismerős arcokat, megkülönböztetett szeretettel gratulálok. Nézem, hogy elnök úr nem ült vissza, mert a következő laudáció megtartására tisztelettel fölkérem, következő díjazottunk, ugyanis Kassai Lajos lovas íjász. Az a pici hang onnan hátulról jön, és ott vannak ketten, a két kicsi, Kassai Lajos és Vanda gyümölcsei, két pici gyermek. Isten hozta, kedves Kassai család! De elmúlt napokban Teleki Pál szövegeiből próbáltam kiemelni a szöveg környezetből egy mondatot, amely legyen a tiétek. És ez a mondat így hangzik. Nehéz ma igaz úton járni, de lehet. Igen, kedves Lajos, a magyar igazság útját járod évtizedek óta. Íjkészítő mester, a magyar lovasi íjászat sport megteremtője, Hungarikum. És ennek a lovasi íjászatnak a lényegét így fogalmaztad meg, hogy ritmus, és az egyensúly, és a cél. És ebben benne van az életünk. Ritmus, az egyensúly, és a cél. És ehhez kell a kicsi gyermek hangja is.
mert így teljes. Köszönjük, hogy megszólítottad, kedves Vanda. A Kassai iskola 14 országban van jelen szervezetten, de jól tudom, hogy ennél több országban van különféle formában. A magyarság csúcs teljesítménye, és ezért Hungarikum. A gondolataidból két mondatot fogok idézni. Az egyik, szinte szállóige, nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. 33-34 évvel ezelőtt alattad megvadult egy ló, és nem tudtad visszafogni, de talán már nem is akartad, vigyen ahova visz. És aztán megállt a ló, ma ezt a területet ott Kaposmégen úgy nevezzük, hogy a Kassai völgy. Ez a 15 hektár, amelyik elbűvölt téged, és akkor érezted, hogy ez lesz a te életed. És ehhez kellett ritmus, egyensúlyérzék, és tudtad a célt. És megvalósítottad. Tanúja vagyok, hiszen 80-as évek vége óta ismerjük egymást. És nem csak ismerjük, de rád bíztam a fiamat is. Mert az a mondat, hogy bölcsembernek lóvaló, mert lóvá tesz az ember, és emberré a ló. Hát a fiamat is emberré tette a ló, és ott ganyézott az istálóban nálad, és tanulta meg azt, amit próbálod a mai film és színművészeti főiskolásoknak megtanítani, érzékeltetni velük, hogy kiszakítva a valóságból, a természetes valóságból nem lehet emberré formálni. 1993-ban te voltál a hírhozó az Attila Isten kardjában. Ez is összekötött bennünket. És jó érzés volt tudni azt, hogy ott, a Kassai völgyben alakul, formálódik egy sajátos, egyéni, nagyon személyes, de ugyanakkor közösségi világ. Közösségi világ, mert aki nem járt ott, és nem látta a Lovas Ilyász filmet, vagy azokat a filmeket, amelyeken érzékeltetni lehet, hogy a fiatalokat hogy tudod ott fegyelemre, egyensúlyérzékre, célkövetésre tanítani, és egy sajátos atmoszférát, hangulatot teremteni. Aki az igazak útját járja, annak látnia kell, hogy mi történik másutt. Mi történik azok belső világában, akik nagyon távol vannak tőled. És te nem is olyan régen kiválasztottad azt az embert, aki nagyon-nagyon távol áll tőled. Szűkítsem csak a politikai nézetre. Egy balliberális személyiséget a YouTube-on található Partizán csatorna vezetőjét találtad meg, Gulyás Mártont, és meghívtad oda a Kassai völgybe beszélgetni. Mert tudni akartad, hogy hogy gondolkodik. Nem a sajtón keresztül, nem a különféle csatornákon keresztül, hanem ott személyesen. Ebből egy
nagyon izgalmas film született. Ajánlom mindenki figyelmébe. 390 valahány ezer nézője volt már ennek, augusztus végén került föl a YouTube-ra, mert példázat arra, hogy egy gondolkodó, cselekvő, világszerte ismert, és a magyar, Kárpát-medencei magyar szívekben, lelkében, ott kitüntetett helyen élő Kassai Lajos, hogy gondolkodik annak a jelenlétében is, aki egészen másképp gondolkodik. Példa arra, hogy csak így tudunk rendet teremteni magunkban is, és a környezetünkben is. Ez a film, ez a több mint 50 perces riportfilm alkalmas arra is, hogy belehallgassunk azoknak a gondolataiba, akikről felületesen ítélkezünk, többnyire joggal és okkal és nagyon pontosan, de így élőben hallgatni és értelmezni valóban a te életutadban egy sajátos lehetőség, amit fölkínálsz nekünk is. Mágai Sándor fogalmazta, beszélni igen, de barátkozni soha. És ez ott van ebben a filmben, és ez szinte ez a mondat, hogy beszélni igen, de barátkozni soha. Ez úgy helyére is teszi még azokat, akik esetleg felületesen, gyanakodva, nem értően nézik meg a Gulyás Mártonnal készült riportfilmet. Kedves Lajos, szívből gratulálok a Teleki Pál érdeméremhez. Járd tovább az igazak útját, és jól tudom azt, hogy ez nem séta. Neked se, senkinek. Ez egy kemény küzdelem. Minden nap önmagaddal is. Fizikailag rendben tartani a Kassai völgyet. Elképesztő munkád van benne. Naponta. És a gondolataiddal is. Oda a Kassai völgybe, a világból oda szűrődő élmények, hírek, rémhírek világában megküzdeni a démonokkal, megküzdeni a gonoszokkal, a gonosz gondolatokkal, és megtalálni azt, hogy legyen ritmus, egyensúly és cél. Isten éltessen meg is. Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek veletek minden veszedelemben. Esküszöm, hogy a várat ellenség kezére nem adom. Sem magamat, sem a várat élve meg nem adom. Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet.
Köszönöm szépen Lezsák elnök úr laudációját és a várvédő esküt. Kérem Török Tillát, hogy tartsa meg következő művészi előadását. A szülőföldemről származó előző ballada szeretet üzenete után most a vigalomé, a vigasságé a szó. Nagyon gratulálok és szívből örülök ennek a mai eseménynek, és gratulálok a díjazottak munkájához és a kitüntetéshez is. Dunántúli duda utánzást fognak hallani. Napra csillag! Thank you.
Köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, a Székelyföld jövőjéért ösztöndíj átadása következik most. Az alapítvány támogatója dr. Keresztes György Pál Primor 100. születésnapján elhatározta, hogy a Lécfalvi Keresztes család emlékére Székelyföld jövőjéért elnevezéssel ösztöndíj alapot hoz létre, és ennek gondozását, működtetését a Bethlen Gábor alapítványra bízza, az alapítvány pedig ezt a feladatot elvállalta. 2015-ben az első ösztöndíjat az akkor 101 éves alapító személyesen adta át a Székely Mikó Kollégium érettségi előtt álló diákjainak. Az ösztöndíj alap célja ösztönözni a Székelyföldön a magyar tannyelvű iskolák tehetséggondozását. Ösztöndíjat kaphatnak azok a kiváló képességgel rendelkező diákok, akiknek kiemelkedő tehetsége bizonyíthatóan megnyilvánult. A Székelyföld jövőjéért két ösztöndíjasa, Varga Andrea és Onodi Henrietta vehetné át ma ezt az ösztöndíjat a vele járó oklevéllel, de sajnos Varga Andrea megbetegedett, így az ő képviseletében kérem, hogy Onodi Henrietta, illetve Lapohos Anna Mária tanárnő vegyék át az elismerést. Fölkérem Lapohos Anna Mária tanárnőt, hogy laudálja a kitüntetetteket. Onodi Henriettát parancsoljon. Tisztelt kuratórium, tisztelt jelenlevők! A Székelyföld jövőjéért ösztöndíjra javasoltam volt diákomat, Onodi Henriettát, aki jelenleg a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem szárazföldi és vízi ökológia szakának mesterképzésén másodéves hallgató magyar tagozaton. Henrietta tanulmányait a Csíkszentmihályi Arany János Általános Iskolában kezdte, majd a csíkszeredai Kós Károly szakközépiskolában környezetvédelmi technikus szakon folytatta. A középiskolát kiváló tanulmányi eredményekkel végezte, évfolyam elsőként ballagott. Egyetemi tanulmányainak alapképzését a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemen, ökológia szakon szintén kitűnő eredményekkel zárta. Nagy örömömre szolgál, hogy a kuratórium méltónak találta Henriettát további tanulmányainak támogatására. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy szakmai érdeklődése, elkötelezettsége, kitartása miatt megérdemli a kitüntetést, szakmai fejlődésének a támogatását. Onodi Henriettát 8 éve, 9. osztályos kora óta ismerem. 4 éven át tanítottam a középiskolában, szakmai fejlődését folyamatosan követtem, és követem azóta is. Rendszeresen és következetesen beszámol e-mailben, valamint a személyes találkozásaink alkalmával az élményeiről, nehézségeiről, szakmai sikereiről, terveiről. A szülőfalujához, a Hargita megyei Csíkborzsovához mélyen kötődő Henrietta már középiskolás korában a Zöld Székelyföld Egyesület önkéntese volt, környezetvédelmi tevékenységekben, környezeti nevelési programokban vett és vesz részt azóta is nagy odaadással. A Zöld Székelyföld Egyesület támogatásával kiadta Csíkborzsova természeti értékei című könyvét, amelyben saját fényképek és rajzok segítségével emléket állít a Népi Feredőnek, a Kenderáztató tónak, megörökíti az erdőrészek és legelők helyneveit, valamint nagy igényességgel mutatja be a növény- és állatvilágát. Miután 9. osztályos korában részt vett egy nappali lepke monitorizáló módszer bemutatásán és annak alkalmazásában Csíkdelnén, azután minden nyári szünetét lepke monitorizálással töltötte. Részt vett a hazánkban első alkalommal megszervezett első nappali lepkész táborban, a Királyi Nemzeti Parkban, majd a Szenétén megszervezett második nappali lepkész táborban, mely során egy kritikusan veszélyeztetett lepkefajt is megismert, és a következő évben ennek a kutatásába kezdett. A narancslepke kutatása során a lepkék aktivitását befolyásoló tényezők tanulmányozása volt a cél. 2015-ben csatlakozott egy kutatásba, amely egy különleges életmódú lepkének, a nagyfoltú hangyaboglárkának egy dézsi populációját mérte fel.
A munka egy doktori dolgozat terepi részét képezte, amelynek keretén belül két mintavételezési módszert alkalmaztak. Henrietta, mint tizedikes diák, a kutatás során a transzert módszerrel történő felmérést, valamint a két módszer összehasonlítását végezte el. Kutatásainak az eredményeit bemutatta a tudományos diákkörök erdélyi, valamint országos konferenciáin a Tudeken és a Tudokon, a KUD-diák tudományos eszépályázatokon, a Magyar Tudományos Akadémián megszervezett KUD-diák tudományos poszterversenyeken, ahol valamennyi alkalommal nagyon szép eredményt ért el. 2016-ban a rovarok ritkaságának megközelítési módjait tanulmányozta dr. Papp László mentorálása alatt, és részt vett az Aggteleki Nemzeti Parkban megszervezett második országos lepkész találkozón. 2018-ban a Kisvátán megszervezett Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján a gyergyői havasokban található Sugó Barlang denevéreinek monitorizálási eredményeit mutatta be, és nyerte el vele a szakmai zsűri tetszését. Kutatás iránti elkötelezettsége az egyetemi évek alatt sem lankadt. Ennek köszönhető, hogy már egyetemista korában tagja lett a denevérkutatási és védelmi központnak. Részt vett az országos jelentőségű denevérszálláshelyek monitoringjában, kutatási eredményeit pedig a magyar, valamint a nemzetközi denevérész konferenciákon mutatta be. Az általa készített gyönyörű természetfotók által is kifejezésre jut az a végtelen természetszeretet, a részletekre való odafigyelés, az odaadás, a humorérzék, ami Henriettát jellemzi. És mindehhez nagyfokú szakmai igényesség társul. Tanárként, kollégáimnak is, magamnak is ilyen diákot kívánok, minél többet. Henriettának pedig kitartást és sok sikert a továbbiakban. Köszönöm, hogy meghallgattak. Jeles esemény történt kisasszony napján, szeptember 8-án, Kárpátalján, Nagyszőlősön, Ugocsa vármegye történelmi székhelyén. A Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával felállították a helyi ferences templom előtt magyarok nagyasszonyának, nagyboldogasszonynak a szobrát. Ebből az alkalomból Szíves Kalauz címen kiadvány készült a Bethlen Gábor Alapítvány gondozásában. Tisztelettel fölkérem Szabó Andrást, hogy mutassa be röviden ezt a kiadványt, és kérem, hogy elmenőben majd a kék asztalra kihelyezett füzetekből vigyenek haza emlékbe magukkal. Igen, én is kérem önöket, hogy ott vannak a füzetek, kiadványok, vigyenek belőle, örömmel adjuk. Tehát a Bethlen Gábor Alapítvány 40. születésnapját egy olyan eseménnyel ünnepelte meg, mely évek, évtizedek óta jellemezte kezdeményezéseit, nemzetépítő és a nemzeti összetartozás tudatát erősítő szándékát, célját. Az utóbbi években felmerült az a gondolat, hogy a leszakított nemzettestek területén állítsunk fel egy olyan szakrális emlékjelet, mely lehetőség szerinti zarándokhely is lehetne, az anyaország és a leszakított nemzetestek magyarsága között. Ez létre is jött 2017-ben. Rieger Tibor remek magyarok nagyasszonya szobra került felállításra a Csallóközi királyfia karcsán.
És ez a kezdeményezés folytatódott aztán tovább idén, szeptember 8-án, a kárpátaljai nagyszülősön, amikor is ugyancsak egy remek szobrász, a Márton Áron emlékéremmel kitüntetett Matl Péter szobrászművész alkotása került felszentelésre. Önök bizonyára ismerik egyik legismertebb munkáját, a Vereckei emlékműt, vagy ha azt nem, de az biztos, hogy igen, akkor a Munkácsi várban szereplő Zrínyi Ilona és a fiatal Rákóczi Ferenc gyönyörű szobrát. Ez a szíves kalóz tehát ebből az alkalomból készült el, és tartalmazza a korai Mária kultuszt és annak utóéletét. Aztán beszél annak arról a régióról, ahol a szobor helyet kapott, ez esetben Kárpátaljáról, Kárpátalja történelméről, Kárpátalja népéről, épületeiről, szóba hozza a jelenlegi helyzetét is a lakosságnak, mely nem ad okot a bizalomra és a reményre manapság. Ezt meg is éreztük a határátkelőn, vegzáltak minket, visszajött az 1989-es élményem, annyiszor, amikor gyomorgörcsel megy át az ember, 2,5 órát várakoztattak oda, ide diplomáciai segítség, oda diplomáciai, konzuli segítség. Többet töltöttünk, vagy legalább ugyanannyi időt töltöttünk a határon, mint a szoborszentelésen. A szoborszentelés felavatás egyébként gyönyörűen sikerült, legalább 300-400 ember volt ott nagyszőlősen. Ez a kis kiadvány tartalmazza még Matl Péter szobrainak képeit, és beszél az életútjáról, szól azokról a szervezetekről, alapítványokról, civil társulásokról, melyek létrehozták ezt a kezdeményezést, megvalósították, formát öntöttek ennek a szándéknak, és mindenféleképpen egy ünnepi kiadványnak szántuk. A Bethlen Gábor Alapítvány életre szólításának 40. évfordulóját ezzel a kiadvánnyal ünnepeli meg. Köszönöm, hogy meghallgattak, tehát mindenki vigyen belőle, itt van. Szeretettel adjuk. Köszönöm szépen tanár úr szavait. Fölkérem Lezsák Sándor elnök urat, értékelje és zárja ünnepségünket. Kedves bagátaim, kedves vendégek, az első szó, a második meg a harmadik is. Köszönet Hallgató Gergelynek, és szeretnénk, kedves Gergely, a jövőben is együtt tudunk dolgozni. Az eddigi életutad, munkád is erre. Ezt hívja belőlem elő, ezt a gondolatot, és köszönjük szépen Tarnai Rihárdnak, kormány megbízott úrnak, hogy újra lehetővé tette, hogy itt a Bethlen Gábor Alapítvány ünnepsége megtörténjen. És köszönöm szépen Dohány Zsuzsannának, hogy lássam, hol van, nincs itt, akkor kint van, rendezvényszervező, aki tulajdonképpen részletekben rakta össze ezt a mai délelőttöt. Hogyan tudom összegezni, összefoglalni? Talán úgy, hogy Teleki mondata valamennyi díjazottra érvényes. Nehéz ma igaz úton járni, de lehet. Milyen úton jár András Folit Bertalan? Leül a cserépkályha mellé, rajta egy köntös, kezébe vesz egy könyvet, nézi, elszúnyókál, de közben az életműve dolgozik. Az életműve dolgozik. Minden részlete, amiről Bakos István is beszélt. Akár a néptánc pedagógiától egész a vízvisszatartásig
minden területe dolgozik, ütközik, és ő így járja az igazak útját. Szövényi Zsolt tovább él a diákjaiban. Azok mozdulataiban is ott van, akik tanítanak, és akiket szívesen gondol, és akik szívesen gondolnak el. Beke István és Szőcs Zoltán pedig tűnődhet azon, hogy hogyan tovább. Nem egyszerű feladat. Egy megszenvedett hónapok, évek után körbenézni a világba, hogy most akkor mi lesz. Most akkor tőlünk várnak valamit. Mi legyen az? Hogyan legyen az? És itt a napi apró munka. A napi apró munka. Rezsa István tűnődhet azon, miközben az igazak útját járja, hogy az a szál, amit ő nagy nehezen megtalált, holnap nem szakad el, hogy a bizonytalanság és a bizonyosság feszültségében hogyan óvodákat, bölcsödéket, iskolákat, vállalkozásokat. Hogy az a vállalkozó, amelyik ott ül előtte, bízzak-e benne? Bízzak-e benne, mert van egy-két kudarcom. Aztán hogyan erősödjek ott a térségben úgy, hogy közben azért érzékeljem a napi valóságnak is a gyötrelmeit. Gyurács Ferenc, mint egy végvári katona, és könyvek sűrűjében, kiadásban, folyóiratban megtalálni azt a fiatalt és azokat a fiatalokat, akikre nagy szükség van ott a megyében, a térségben, az a nagy felelőssége. Az Ismerős Arcok zenekar pedig, amikor a szívekben, akár Dunaszerdahelyen is szívekből szól már a dal, már mindenkinek a fülében ott van, és tudja, mint egy Kárpát-medencei himnusz, nagyon nagy dolgot csináltak ezzel. Tudják, hogy hányan szerettek volna ilyen helyzetbe kerülni? Szinte mindenki. Hogyan tovább? Itt is a nagy kérdés. Mert ezt igen, lehet úgy karban tartani, hogy egészséges legyen, de következő lépés. Nem kis feladat, de elég fiatalok ahhoz, hogy szemtelenül fiatalok ahhoz, hogy tovább dolgozzanak. És Kassai Lajos, hát ő megint a babák, két kicsivel ugye kint neveli őket, de neveli a környezetét is. Nem csak a kaposvári színész, fiatal színészeket, színművészeti főiskolán hallgatóit, de neveli azt az utánpótlást, amelyik megjelenik a kurultájon, Hősök napján, megjelenik szerte a Kárpát-medencében, sőt, ahogy fogalmazott hallgató Gergely, a tengeren túl is. Ónodi Henrietta és Varga Andrá, ugye megkérdeztem itt súgva, hogy tovább lépés, Kolozsvár. És nagyon örülök annak, hogy azok közé tartozik, aki érzi a szülőföldnek, annak a földnek megtartó erejét, amit tanárnővel együtt nyilván erősítenek. Igazak útját járni, ez a nagy felelőssége valamennyünknek, akik itt ülnek, hiszen valóban egy jeles névsor, akik kuratórium és személyiségek, akik itt egybegyűltek. Köszönöm, hogy eljöttek az Igazak útjához, sok sikerélményt, és nagyon sok olyan embert, társakat kívánok, akik túl a családon azért megtartó
erőt jelentenek valamennyünknek. És akkor a jó étvágyhoz finom falatokat ott kint kívánok. Minden jót, köszönöm. Hölgyeim és uraim, kérem, hogy hagyományaink szerint végül énekeljük el a szózatot, majd a Boldogasszony anyánk című katolikus népéneket, a magyarság régi himnuszát. Hazánkról ne felejtkezzél.